Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit a Krónikák első könyvéből a következő igeversekkel. Ezután bevitték az Isten ládáját, és elhelyezték annak a sátornak a közepén, amelyet Dávid vont föl. Majd égő áldozatokat és béke áldozatokat mutattak be az Isten színe előtt. Miután Dávid befejezte az égő áldozat és béke áldozat bemutatását, megáldotta a népet az Úr nevében. Az a bibliai történet van előttünk a Krónikák könyvéből, amikor az Úr ládája Jeruzsálembe került. Dávid uralma erősödött Izraelben, és az ő Istentől való függését, az Úrnak való teljes odaszánását abban is ki akarta emelni, hogy a szent ládát beviszi a fővárosba. A szövetség láda helyére kerülése lelki értelemben azt húzza alá, hogy az Úr a helyén van, az ő népe között él a középpontban, a király és a nép is együtt az Urat szolgálja. Új szövetségi értelemben, amikor már nincsen szent sátor, nincsen szövetség ládája, sőt, a jeruzsálemi templom sem áll már, mégis Isten népe az a templom, a közösségünk, amely a Szentlélek temploma, az Úr van életünk középpontjában. Ez látszik meg abban az életben, amelyre bennünket megszabadított az Úr Jézus, amikor hozzátértünk és újjászülettünk. Nekünk nem Jeruzsálembe kell menni, hogy közel legyünk Istenhez, hanem az Urat követhetjük, bárhol is vagyunk, bármit csinálunk. Nem tudom, hogy ki mikor élt át utoljára olyan boldog érzést, ami jellemezte Dávidékat, a lévitákat és az egész sereget. Örömmel ugrándoztak az Úr előtt. Lehet, hogy mi ugrándozni, táncolni nem merünk, de boldogok lehetünk, mert közel érezzük az Urat, személy szerint is, és mint közösségben is az ő jelenlétét élhetjük meg. Szabadítása örömét, és valóban vidámság költözik a szívünkbe. Akkor is, hogyha az életben sok teher és keserűség van, de nem arra nézünk, hanem tudjuk, hogy az Úr a helyén van az életünkben, és mi is a helyünkön vagyunk az Úr követésében. Isten mindenkori népe átélheti ezt, hogyha az Úr a helyén van az életében, és ez ünnepélyességet jelent. A történetben szó szerint lenyűgöző az öröm, ami több minden más hétköznapi örömnél, mert itt a nép élén a királlyal, Isten nagysága, az ő dicsősége előtt örvend, újong és táncol. Ez az öröm magával sodor minket is, nem lehet kívülről szemtelen arccal szemlélni. Valaki úgy írta ezt le, olyan ez, mint egy Istennek tetsző karnevál, ahol szabad utat kap a közösség öröme. Az öröm forrása pedig egyértelműen a találkozás Istennel. A mindenható, végtelen, hatalmú Isten a szeretetével körülöleli a népét. A szövetség ládájának a szimbóluma, mintha azt akarná kifejezni, hogy Isten elhagyta a mennyei magasságokat, és a földre költözött a választott népe közé. Így van itt közöttünk, ma is megváltó Urunk, ez tölthet be minket is, el nem múló örömmel. Amen.